ez közügy. A papság, az értelmiség, a politikai vezetés, az államaparátus, és mindenki, aki ugye úgy érzi, hogy Marosvásárhely és Maros megye életében, és Székelyföld életében, és Románia érdekében valamit tud mondani, le kell üljenek és támogassák ezt az ügyet. Más kiút ebből nincs. A történetnek a kiinduló pontja az a 70-es, 80-as évek, amikor szinte teljesen leépítették a magyar nyelvű orvosképzést Erdélyben, az Orvosi Gyógyszerészeti Egyetemen. Nem mondom, hogy én nem akarok etnikai dolgokat felhozni, de azért érződik az, hogy mintha az egyetem próbálkozna a magyar oktatókat háttérbe szorítani. A magyaroknak vagy a székelyeknek van egy totál más gondolkodási módjuk is, és hogyha ezt berudáljuk, vagy így azt mondjuk, hogy ezt dobjuk a közösbe, akkor ez elveszik is, és ez fontos, vagy nem tudom, ezzel azért tudtak az emberek nagy dolgokat elérni. És biztosan van a románoknál is, és nem kéne rájuk se ráerőltessük a mi gondolkodásunkat, hanem pont ebből a kettőből kéne egy jót, de nem azzal, hogy összecsapjuk is mindegy ilyen színes keverék valamit kitaláljunk. Itt egy nagyon komoly orvosi egyetemnek az elsorvasztásáról van szó, és hátrányba szorítása azáltal, hogy más tanszékekkel egyesült, amik még nem voltak felkészülve. Egyedül a magyar kar az csak így van. Én kezdtem az orvosi egyetemet, akkor alig volt román beszélő. 75%-os, 80%-os arányban voltunk, a románok tanultak meg magyarok. Magyarok innen csak Erdélyből jönnek, a románok jönnek Jászból is, jönnek innen-onnan, Motvából. Látja először is, mit keresnek itt? Miért nem mennek oda, ahol megszülettek, és ahol egyetemük van, és ahol meg tudnak fogni egy keresztet a temetőbe. Ismerjük jól a mi privilégiumunkról szóló érrendszereket. A mi privilégiumunk például az, hogy mi két nyelven tanulhatunk, ugye kétszeresen meg kell küzdjünk azért, hogy a mindkét nyelven elsajátítsuk a szaknyelvet, ez is privilégium, kérdezhetném én, nem? Ez én azt gondolom plusz teher. Privilégium abban az esetben, ha mi szándékosan előnyökhez juttatnánk a diákjainkat. De milyen privilégiuma van egy olyan magyar csoportnak, vagy magyar évfolyamnak, aki tanít egy magyar tanár, lehet, hogy párhuzamosan kettő vagy három román vagy angol programon előadó kollégával is egyeztetnie kell, és akkor az ő általa előadott anyag 25 vagy 33%-ban tükröződik a vizsgarendszerben. Ez mennyire igazságos? Szerintem nem fel. Na most ugye, ha ők privilégiumot akarnak, hogy velünk szembe, mert a románok többet kapjanak, az már nem európai gondolkodás. Volt a Petru Major Egyetem és a Gotamogyek. Marosvásárhelyi magyar vonal és vezetőség tiltakozására ellenére is egyesült. Yeah, a mi rektorunk azzal hittetgette az embereket, hogy ez jó lesz nekünk, több lesz az ösztöndíj, több pénzt kapunk, mivel nagyobb egyetem, nagyobb létszám. A fúziónak szerintem csak ilyen mondva csinált indokai voltak, rengeteg román volt, aki nem támogatta. Nyertek diákokat, mondom, papíron, illetve infrastruktúrát, épületeket, de nagyon hosszú folyamat az, amíg ez kiépülne. És tavalyi év áprilisában, amikor is mi bojkottáltuk azt a szenátusi ülést, amelyen az egyetem egyesítésről szavaztak, bevezették a napirendi pontok közé ezt az egységes vizsgarendszert is. Hogy a fúzió óta az összdiákságnak lényegesen kisebb a magyar aránya, meg a diák, illetve a tanároknak is lényegesen kisebb a magyar tanárok aránya, mivel a Petru Major Egyetemen ugyebár román szakok vannak csak. A tapasztalat azt mutatta, hogy az utóbbi időben számos felvetésünket visszadobták, nem fogadták el, tehát gyakorlatilag egy szinte teljes sikertelenségről tudok beszámolni. Az elméleti órákat, ami magyar nyelven zajlik, azokat mi a magyar oktatótól hallgattuk, tehát ők tartották az óráinkat, ők állították elő, ők állították össze a teszteket is, a saját ízlésük szerint, ahogy ők szerették volna,
nem, hogy ugye most behozták ezt az új vizsgáztatási módszert, hogy legyen közös a román, a magyar és az angol kar ugyanazt a tesztkérdést kapja. És itt egy másik fontos, ugye, hogyha megalakult a főtanszék, angol főtanszék, óriási negatív diszkrimináció, amit az RMDSZ érte képviselnek, azonnal kéne jelezni. És azt írja a törvénybe, hogy közös kell legyen a teszt, viszont a bibliográfia csak hasonló. Magyar ajkúak, jól tudjuk, hogy nagyrészt magyar tankönyvekből adják az előadást elő, és magyar a tankönyvben fogalmazzák meg a kérdéseiket. Akkor ugye a diákok felébredtek, hogy olyan kérdéseket kaptak, amiről nekik előadást nem volt. Néhány is konkrét példa a gyerekgyógyászat nálunk úgy működött, hogy a román tanárnő megírta a kérdést, a magyarnak meg az volt a szerepe, hogy lefordítsa. Az egységes vizsgarendszernek több problémája is van. Az egyik az, hogy sérti az úgynevezett akadémiai szabadságot, ami az előadói szabadság. Ezt az oktatásügyi törvény garantálja, és mi ezt úgy értelmezzük, hogy jogunk van azt kérni vizsgán, amit mi előadunk. Ez olyan, mintha valakinek te csak egy ilyen kicsi kutyája lennél, hogy nem azért vagy te egy magyar professzor, hogy te a kollégádnak a megírt kérdéseit fordítgasd. Automatikusan kikerül ebből a vizsgázható rendszer körforgásából a magyar tannyelvű, magyar nyelvű szakirodalom, hisz a román diákok nem ismerik ezt, eleve nem lehet kérdezni. Tehát az a magyar tudományos háttér, amelynek nincs román megfelelője, kiesik. A másik, hogy miért ne tanulhatnánk, ugye miért nem tanulhatnánk a román könyvből, vagy végül is, hogy nem ugyanaz egy bibliográfia, amikor orvosi karon vagyunk. Mert sokat számít az, hogy milyen a könyvnek a struktúrája, milyennek a betegségeknek a felosztása, a tüneteknek a leírása, a patomechanika, vagy a fiziopatológiája az egésznek. Nem olyan exakt ez a dolog, ahogy ezt mindenki elképzeli, vannak különböző elméletek, és az esetleg a könyvenként változhat is, vagy a tanár, ahogy a tanárnak maga az előadás módja, amit átad az órán, ahogy ő azt átadja, azt csak ő tudja normálisan visszakérdezni, hogy ő tudja, hogy mire fektette a hangsúlyt, stb. És a tesztben meg pont ez a másik, ami nehéz, hogy nagyon kicsi részletekre kérdeznek rá, és sokszor van az, hogy egy-egy számeltérés, vagy egy-egy gyógyszeradag, vagy százalék különbözik, és akkor ott már neked el van menve az a kérdésed, mert te nem láttad, hogy melyiket kéne bekarikázni. Nem tudod, hogy a magyar szerint kéne, vagy a román szerint kéne karikázni. Nem arra kíváncsi, hogy tudsz, hanem esetleg ott nem. És akkor természetesen, hogy jogos az ő tiltakozásuk. Mert hogy a október 1-én a tanár, mint régi sportoló mondott, meghirdette, hogy miből ad elő, és miből vizsgáztat, és ez mindenkinek erkölcsi és teljes kötelezettséget bejelentse a diákat, hogy miből ad elő, miből kell vizsgázom, hogyan vizsgázik, akkor természetesen nem lehet az év közben másképp lefolytatni ezt a vizsgálatot. Ez volt a probléma. Ez röhely, hogy egy egyetemen ilyen meg tud történni. Szerintem nagyon igazságtalan. Tehát a közös teszt az nem úgy kell működjön, hogy a román tanár megírja, és az angol és a magyar tanár lefordítja, hanem ez papíron és szépen úgy működne, hogy mindenki kiveszi a részét, és írnak kérdéseket. És nagyon fontos volt a tárgyalás szerintem. Az elmúlt években kevés tárgyalásra került sor a magyar orvosi vezetők és a román fél között. Egy elmérgesedett viszonyról beszélünk, tehát hogy jó volt. Annak ellenére, hogy konkrét eredmények nem születtek, de végül is az is már eredményként könyvelhető el, hogy egyáltalán a felek leültek és 4 órán keresztül képesek voltak egymással tárgyalni. A tárgyalásnak nem volt eredmény. A tárgyalásnak az eredménye, hogy még a román prefektus is feltette a kérdést, hogy nem tudtok megegyezni. Tényleg nagy dolgokban valóban eredménytelenül zárult ez a tárgyalás, viszont olyan szempontból egy nagy előrelépés, hogy eddig így az RMDSZ vagy a politika abszolút nem állt így ennek az ügynek a hátánál. A rektor nyilatkozataiban arról beszélt a médiának, hogy kompromisszumos megoldást javasolt, és azt el kell mondanunk, hogy az egy olyan kompromisszumos megoldás volt, ami egyfajta csapdahelyzetet állított föl a magyar félnek,
nagyon-nagyon előre haladtak olyan dolgokkal, amiket mi messze mennen ellenzünk. Valahogy úgy tudom elképzelni, hogy akárhogy érvelnek a tanáraink, egy ilyen falnak beszélni. Tehát, hogy ő a rektorom mondta azt, amit ő bevett a fejébe, és hogyha ezt mi elfogadjuk, jó, és ha nem, hogy hiába 3,5 a tárgyás után kb. Nullával jöttek ki. Rájellemző huncutsággal. Bent azt mondta, hogy ami idáig történt, tehát 2 hét alatt letöltük, azt felejtsük el, de most álljatok be abba a sorba, amit én rátok erőszakoltam, és amit ti nem akartuk. Ez nem volt kompromisszum. Én gondoltam, hogy nem lesz ez. Nem fogják azt mondani, jó van gyerekek, holnaptól magyar kar, milyen jó. Megy tovább minden úgy, ahogy elkezdődött, tehát a régi vizsgáztatási rendszer, pontrendszer, kritériumrendszer alapján, és majd a vizsga időszak utáni napokban, hetekben újra asztalhoz ülnek majd a felek, és folytatódni fog a tárgyalás. Ugye a rektor úr, meg az RMDS is ott tanáraink abban egyeztek meg, hogy márciusban folytatódnak a tárgyalások a magyar kar ügyével kapcsolatosan. Sajnos bennem az van, hogy addig még rengeteg idő van, és nem szeretnék válaszkodni, de addig a rektor úr annyi lehetőségét, ismerettségét, befolyását ki tudja használni, amennyit csak tud. Szóval ennek az egésznek, ügynek a húzása, a nyúzása, nem tudom, szerintem azzal fog járni, hogy ő mindent bevet, hogy ezt megakadályozza. Tudja, kit jellemzett ez a metodológia? A régi szekuritáti dimenzió. Tehát a problémáról az ügyünket áttettük más problémára, és teljesen másról beszéltünk, mint amiről akartunk beszélni. Nem tudom megmondani, mi lesz a megoldás. Én azt tudom, hogy a kérdést azt együttesen fogjuk megoldani, tanárok és diákok együttesen, és a tantestületet is meg fogjuk kérdezni minden fontos vetületről. Amennyiben sikerül nyomást gyakorolni, sikerül ténylegesen a közvélemény elé tárni ezt a kérdést, akkor szerintem ez segíthet elbillenteni afelre, hogy kin múli. Az egyetem vezetőségének kellene belátnia azt, szerintem, hogy ez a fajta feszültség, ami kialakult az orvosi egyetemen, nem kedvez. Van 1000 ember, aki várja a megoldást. Szerintem ez azért egy elég nagy szám. Tehát én szerintem a diákoknak nem lesz átadásuk. Ezt a prefektus úr is kihangsúlyozta, hogy nem a diákok kell elvigyék a bajlét. A tanároknak kell megoldani ezt a padhelyzetet. Én azt mondom, hogy a konszenzus nagyon fontos ebben a dologban. Fontos megértetni mindegyik érintett féllel, hogy miben kell tisztelni az oktatási törvényt, hogy milyen megoldások melyik félnek jók és kedveznek, illetve melyik félnek hátrányosak, és valójában azt is meg kell érteni, hogy mindegyik félnek mihez van joga az egyeztetések során. Nagyon jó lenne, hogyha a román tanári karból, egyáltalán a román civil társadalomból is többen látnák azt, hogy ebből nem jöhetnek ki jól. Fúzió, tételeket, akármit is elkövethetnek, de amíg mi egységesen összedolgozunk, addig lesz magyar kor.